Több mint másfél éve működik a Nyírbogáti Gyermekvédelmi Központ, itt több lakóegységben élnek a gyermekek, összesen 40-en. A gyermekvédelemben nevelkedőknek fontos látni és megtapasztalni, hogy az előadó művészet kiváló lehetőséget biztosít nekik arra, hogy energiájukat ne rosszra, hanem alkotásra fordítsák. Ennek érdekében hívták életre Nyírbogáton is a Zene az kell elnevezésű bűnmegelőzési programot. A projekt Máté Szalkáról indult még 2014-ben, és nagyon fontos volt munkatársaimnak is, hogy ezeknek a fiataloknak, akik nagyon nehéz helyzetben voltak, nagyon hátrányos helyzetű körülmények közül kerültek ki, és kerültek intézeti nevelés alá, olyan tudatos és célzott programot indítsanak, ami megfogja őket. Ezáltal két célunk volt, egy, hogy megnyerjük őket ennek a programnak, kevesebb legyen a szökés, és egy picit neveljük is őket, főként a zenei, kulturális irányba. A gyermekvédelmi intézményekből még mindig sok gyermek szökik meg, közülük sokan váltak bűnelkövetővé is korábban, ám a statisztika javult az elmúlt években, többek között a Nyírbogátihoz hasonló projekteknek köszönhetően. Bűnözés az nem egy statikus állapot, hogy egyszer fölmértük, és akkor nem változik. Két éves cselekvési tervek programokra van bontva a bűnmegelőzési stratégia végrehajtása, és minden két évben áttekintjük, hogy a bűnözés szerkezetében mi változott, milyen új jelenségek kerültek elő felszínre, milyen problémák szűntek meg, és ezen belül a stratégia biztosított a mozgástéren belül, ehhez igazítjuk a cselekvési tervéket. Az intézetektől kapott visszajelzések alapján kedvező a kép, jó személyiségfejlesztési szintekről, illetve eredményekről számolnak be, amilyen biztos, hogy kifoghatni a statisztikába. A Zene az kell elnevezési program Nyírbogáton is zárult. Az elmúlt hónapokban a helyi és környékbeli gyerekek új hangszereken tanulhattak zenélni. A záró rendezvényen több zenei produkcióval készültek a programban résztvevő gyerekek.